Sziasztok, ez a Sport TV Darts kupájának elődöntője, amelyben ott lesz majd a Sport TV kommentátora Barta Zoli, illetve a Veszprém válogatott kézilabdázója Ligetvári Patrik. Már egy megnyert mérkőzés után, de remek bosszú esély ez. Elmondom mind a kettőtöknek, inkább neked, Liget, mi volt a legnagyobb hülyeség, amit Zoli valaha rólad mondott egy közvetítésben? Gól! Ami... Nem olyan, nem meg nem történt eseményekre gondolok, ami miatt most úgy érzed, hogy le kell őt dobnod az elődöntőben és bemenni a döntőbe. Nem tudom, igazából nem szoktam visszahallgatni, mert amikor visszanézem a mérkőzést, általában az EHF kommentátor alatt szoktam visszanézni. Jó, hogy nem annyi hülyeség szóval nem hangozani. Igen, igen, ezekkel nem szoktam foglalkozni, szóval nem tudok semmi rosszat mondani a Zoliról, ezért nincs is bennem bosszú felé. Jót meg nem akarsz nyilván. Láttad a negyed döntőjét, hogy kicsit ügyes? Kicsit ügyes, hogyha a Csasinak szerencséje van, akkor még nyerhetett is volna ellene, de jelenleg látjuk, hogy mi lesz ellenem. Reméljük, hogy egy jó mérkőzés lesz, de tudom, hogy esetleg nyernék, akkor utána csak rosszat fog rólam mondani a tévében. Aha, jó, megágyasztál egy esetleges rosszul sikerült elődöntőnek. Nagyon hegyezed magadat valakire, akivel egyébként ez a nagyon extrém munkakapcsolatod van, hogy te beszélsz róla és fordítva sosincs így? Nem. Én viszont végignéztem Patriknak a negyed döntőjét, tehát ott azért észnél kell lenni nagyon, mert jó formában van. Most az elmúlt időszakban nem tudtam, hogy támadásban hogy is állunk, de úgy tűnik, hogy a dobások azok mennek még így is, hogyha nem kézilabdáról van szó. Ugye az elsőleget elvesztette Császár Gáborral szemben, ott azért volt egy kis zapszem a nagy várakozások miatt. Zapszem elég jót hozott ki belőled egyébként. Benn is hagytam. Jó, úgyhogy hát figyelj, én simán kikiáltalak favoritnak, ha a Liget nem nagyon bántódik meg, csak hogy pakoljam a terhet, mert úgy nő a pálma, még nem nőtt eleget szerintem. Remélem, hogy ez sokat fog segíteni, hogy mire véget ér a meccs, addigra nem tudom hány centi legyek, 2-15. Mit nyertél utoljára? Tök makkupa. Összességében bármit? Bármit. Nem tudom, szerintem sorsjegyen valamit körülbelül. Hát az mondjuk nem olyan rossz. A negyed döntő meccse Csasi ellen. Aha. Oké, neked nézik-e a veszprémi csapattársaid vajon egyrészt a darts világbajnokságot, másrészt a te produkciódat? Tehát neked van-e félnivalód az ügyben, hogy beállítasz az öltözőbe, és azt mondod, téged már a kommentátor is lever? Abszolút nincsen, hiszen maximum csak egy ember szereti szerintem a darcot a csapatból. A válogatottnál van, inkább, mert amikor ugye mi készülünk az Európa-bajnokságra, a világbajnokságra, akkor mindig együtt szoktuk nézni, szóval velük kell visszanézni ezt a súlyos vereséget, hogyha súlyos is lesz, de reméljük, hogy nem lesz az, én reménykedem, bízom magamban, hogy győzelemmel fogok végezni. A riporter és a sportoló ritka pillanat, jövünk az elődöntővel. Köszöntöm a nézőket, nézzük hát az első elődöntőt, amit Ligetvári egy nagyon komoly dobással nyit. 62. Kezdjük. Erős kezdés volt. Az első nyíl az azért volt, mert azt súgta a füledbe a Zoli, hogy... Azt. Azt. 37. Bocs. Yes! Oh, 100! Micsoda? 20! Egy De Souza. Lökjél el még egyszer? Mi ez a 3 darab dupla 20. Ez a Bece neve? Hát igen, mert egyszer volt egy meccs, ahol 120 pontja maradt, és erre nem szokás rádobni egyébként úgy alaphelyzetben, de ő ezt bevállalta egyszer, és megdobta a 3 darab dupla 20-at. Na, Patrick De Souza. Remélem ez volt az összes duplád ma. Azon megvan, igen, hogy a... Nézd meg, beledumálni a 19-ben, elképesztő csávó. Tripla 20. Ha neked megy a vállával, akkor... Tripla dupla. Igen, most nem akar nekem vinni. Sikerültem. Ez mit csinál? 100. Zoli 142. Az vagy kiszálló? Hát sokféleképp. Így már nem. A szállt ki. Drasztikusan lecsökkentek a módozatok. 40. Patrik 35. Nézzük, Patrik tud-e élni a legetérő nyilakkal.
És megvan az utolsó nyíló dupla 15. 1-0 Patriknak. Zoli kezdje a másodikat. Zoli, szokásos kezdés, nem? Igen. Ajándék szett az ellenfélnek, vagy ajándékleg. Alamizsna, úgy szoktuk mondani. 85. Jaj. 37. 36. 59. Elképesztően jól volt. 85. Szép. Döntsük, hogy dartozunk, vagy dartozgatunk. 81. Ritkán szól, de akkor igen. Ritkán szól, de akkor röviden. 100-as. Miért volt? Patrik 96-ra. Mondjuk ezzel lehet idegesíteni, de nem erre gondolom. Főleg, ha kidobod. 18. Mi nagy az? Legalább mondjál. Nem, adjátok már! Dehogy koncentrál, gondolkodik. Hát, francba. 64. Zoli 5-re. Mindketten a leggyőzelem kapujában. Vajon ki tud hamarabb kiszállni? Így. Ott dobjad tovább azt. 32-ben öreg. De tényleg segítő szándékkal beszél, csak rosszkor. De bicsi? Lekerekített az előző kis számot. Szerinted elszámoltad? Hát persze. 1 pont. Patrik 30. Ez az egy, ez jobb, mint az előbb a tripla 18 volt. Megvan első. Bedobta. Mondom, ez jobban van. 2-0. 2-0-ról tehát a folytatás. Bartának mindenképpen javulnia kell, ha játékban szeretne maradni. Tartjunk szerintet? Figyelj, Patrik, csak mielőtt elkezded, hogy tényleg nagyon nagy, de nagyon érző ember, jó? Úgyhogy jó, mint. 60. Én fogom kapni tőle majd a meccset. A te pályafutásodnak legalábbis tévés szempontból praktikusan vége lesz, hogyha 100. Ezt behúzod. Utána már csak a csasziba bízhatok. Te már nem fogsz tudni jól játszani, hogyha ezt most megnyered. Legalábbis a riporter szerint. 45. Patrik mindig jól játszik. De így fura lehet neked, nem, hogy van egy ellenfeled és nem verheted oldalba. Persze. Nincs ilyen készletésed? Hogy 90. Nem, abszolút nincs. Jó neked. Ez jön minden nap, hogy így jön valaki szemben és oldalba le. 100. Zoli egy gyönyörű százassal érkezik a kiszállóra. Nézzük, tud-e szépíteni. 43. Na Zoli. Hajtod a világszámára. 26. Megvan második nyíló. 2-1-re szépít, megvan a becsületleg. Zoli kezd. 1. Csak állj, és nyisd ki a szádat. Nyisd ki a szádat. A viccelődés után újra komolyra fordult a játék, és jöttek kisebb-nagyobb értékű dobások. 28. Egy ideig. 41. 70 vagy? 77. 77. Ne. Jó, jó az. Még egyet. Úgyis a 30. Magás fiú van, nem? Mit? Úgyis a 30-at szeretett. Keres egy párosat. 15. Első mesnyíl. Zoli 12. Ez is mesnyíl.
Zoli, zölddel jelöltük a szektort. Mi? Patrik 30-ra. Patriknak újabb 3 meccsnyila van. De nem dobja be. Nézzük Zolinak mi a válasza. Megvan 30 nyillal. Ő viszont bedobja. Az első elődöntő tehát az 5. legben fog elnőlni. Barta Zoli visszakapaszkodása után újra nyitott a mérkőzés. 26. Ne. 25. Ho-ho. Egy búj. 99. Ne. 2. Ne, marad. Nagy csata. Kérhetünk egy széket itt az Andrissal? Mi? Azt akarod, hogy álljak rá? Nem. Üljünk le. Jó, nekem ez is jó. Tehát ez, figyelj, ez mi, ami most történik? Tehát két pontos ember, hát ugye, és most aki megdobja aki a dupla egyet, így van. Az döntőt játszik. Így van. Az pont mellette. És mind a kettő a drót rossz oldalán. És megvan. Első Patrik bedobta! Gratulálok! Ez mekkora meccs volt, gyerekek! Gratulálok, urak! Köszönöm! Jó. Én nagyon sokat tanultam amúgy. Egyrészt Patrik egy olyan közvetítési módot honosított meg, ami igazából 3 szóból áll, de Zoli, majd ezt kitaláljuk, jó a beszélgetésben. Leoktatom neked a Patrik féle anyagot. Nézzük meg ezt az egészen elképesztő thrillert, ahogyan a fiúk közül ezúttal ligetvári Patrik ment a döntőbe. Túl vagyunk tehát egy elődöntőn a Sport TV Dárc kupájában. Én esküszöm, Patrik, azt hittem Köln után, hogy te nem tudsz elődöntőt nyerni. De kiderült, hogy tudsz. Hát nagyon gratulálok hozzá. Látod? Azonban nem egyéni sportágat tűzök, hiszen akkor valószínűleg ezt előbb megláttad volna. De amint hogy lehet abban, hogy majd a kézilabda pályafutásomat átváltok a dárcra, és akkor remélem ott is nagy sikereim lesznek. Zoli, azt mondták itt a szakemberek, Lajos és Medi egészen konkrétan, hogy a liget bevitt téged az erdőbe. Tehát, hogy te fölvetted az ő ilyen darálós tempóját. Ez nem a te tempód volt? Nem tudom. Most teljesen magam alatt vagyok. Azt se tudom, mi történt, meg hogy. Azt mondták, igen, hogy elkezdtem gyorsabban dobni. Ami azért fura, mert hogy úgy éreztem, hogy jobban is megy egyébként akkor a dobás. Ha mondjuk 25-tel kevesebb duplát rontok el, akkor lehet, hogy megnyerem. Nem tudom, neked szokták-e mondani, hogy túl sok szót használsz el a közvetítéseid alatt? Csak ilyet mondanak. Én nekem is. Tanuljunk már a ligettől egy picit. Tehát a liget összesen 4 kifejezéssel kommentálja. Abból 2 nem lehet kimondani. 4 kifejezéssel kommentálja a saját mérkőzéseit. Ha valami nagyon jól megy, akkor azt mondja, ha egy kicsit jó, akkor azt mondja, jó. És van 2 kifejezésed arra, amikor nem sikerül, a nagyon rossz az, hogy basz, és amikor kicsit, azt mondja, és ezzel a 4 ilyen megoldja. Tehát nem tudom, mit csinálunk mi, de szemmel láthatóan egy bőven elég egy sportközvetítéshez. Nem voltál túl bőbeszédű, viszont annál jobban odafigyeltél. Inkább a játékra próbáltam koncentrálni. De a pályán többet kell beszélni. Ott többet is beszélek, és többet is káromkodok, de ott nem sipolják ki. Volt már olyan gólod, ami után rokonod vagy feleséged kint volt a lelátón, és kimutattál neki valamit? Biztos volt. És csak meg van egy javaslatom. Tehát amikor legközelebb Veszprém meccs van, BL meccs, és a Zoli közvetít, és végre fölérsz támadást, és dobsz egy gólt, fölnézel, tudod, hol ülünk? Tudom. És csak ennyi, jó? Oké, sok. Figyelj, Patrik, fölérsz és gólt lősz, megteheted. Ez itt csodálatos végszó volt. Zoli, gratulálok az elődöntőhöz. Kösz. Értem, hogy nincs mihez, de mégis. Én Patriknak a győzelemhez. És most már akkor van egy óriási nagy szurkolód, a döntőben tehát ligetvári Patrik.